Nem könnyű a közlekedés Bátaszeg belvárosában. Már a nyár folyamán elkezdődtek a várost átszelő útszakasz átépítési munkálatai, ami ugyan megnehezíti a közlekedést és az itt élők és az erre közlekedők életét, de sajnos azt a módszert, amely az útlezárások és lassítás nélkül szervez meg egy útszakasz korszerűsítést, még nem találták ki. Így hát a jövő érdekében nincs mit tenni, tűrni kell a megpróbáltatásokat. Ugye a nyár folyamán már együttemben megtörtént a Budai utcával kapcsolatban egyfajta korrekció, hiszen a nyáron a leállósávok melletti kiemelt szegélynek a helyreállítása történt meg, és az előkészítő munka, erre az előkészítő munkára azért volt szükség, hogy az a teljes burkolatjavítás, amelynek jelen pillanatban zajnak az előkészületei megtörténessen. Az 56-os Bátaszéki átkelési szakaszának a Budai utca része, ami elsősorban a Bezerédi utcától egészen a Bátaszék tábláig tart. Itt egy teljesen új aszfaltburkolatot fog kapni ez a szakasz. 2000-ben történt meg ennek a szakasznak a megépítése, és az elmúlt 20 évben azért a forgalom elég jól meggyűrte ezt a szakaszt. A Magyar Közúttal néhány éve már folyamatosan figyeljük a burkolatnak az állapotát, és hát most 2021-ben megteremtődött annak a lehetősége, hogy a legkritikus szakasz teljes felújítása megtörténjen. A Magyar Közút szakemberei is felmérték az útfelületet ért terhelést. Bece Szabolcs, Tolna megyei igazgató azt mondja, épp itt volt az ideje a munkálatok elindításának. A burkolat több helyen felületileg hámlott, megsüllyedt, illetve repett. A burkolatokat, az aszfaltburkolatot és a térburkolat között a süllyesztett szegély helyenként elfagyott, illetve a buszöblöknek a burkolata, ami korábban térburkolatos volt, szétsüllyedt. 2020 év közben a szétsüllyedt térburkolatos buszmegálló öblöket átépítettük nagy teherbírású bazaltbeton burkolatokra. 2021 tavaszán, ez év tavaszán a térburkolatos parkolók mellett lévő süllyesztett szegélyek, amik szétfagytak, azokat elbontottuk, újraépítettük, illetve szintre emeltük. Az előző hetekben munkatársaim az aszfaltburkolatot, ezen a szakaszon az aszfaltburkolaton előkészítési munkákat végeztek, és ezt követően megkezdődött az aszfaltozási munkák ezen a szakaszon. Az aszfaltozási munkák közel 4 napig fognak tartani. Ami azt jelenti, hogy ha az időjárás nem szól közbe, hamarosan ismét könnyebb lesz a közlekedés a város átszelő útszakaszon, amit vélhetően az itt élők már nagyon várnak. Köszönöm a bátaszékieknek az eddigi türelmét is, egyrészt amit nyáron el kellett szenvedni az építés kapcsán, illetve az elmúlt napokban szintén a burkolat bontása kapcsán. Még egy kis kitartást kérek, de azt gondolom, hogy megéri, hiszen egy vadonatúj aszfalt szőnyeggel egy korszerűbb közlekedési lehetőséget kapunk itt Bátaszéken. Október második felébe a burkolati jelek kerülnek visszafestésre. A munkákhoz közel 900 tonna meleg aszfaltot használunk fel, illetve a buszöblökkel, kiemelt szegéllyel, térburkolat újrarakással, aszfaltozási munkákkal ez a projekt közel 250 millió forintba fog kerülni. És nem csak a Bátaszéken átutazók autózhatnak majd egy megújult útszakaszon, ezzel párhuzamosan a város közvetlen környezetében lévő folyóutakon is folynak a felújítási munkálatok. Bátaszék környékén további útfelújítások vannak folyamatban, a közbeszerzésen elnyert vállalkozó, nyertes vállalkozó végzi ezeket. Ilyen az 51-15-ös számú Alsónyéki út, az 55-13-as számú Bátaszék keleti bekötő út, illetve az 55-ös út több mint 6 km szakasza, ugye Alsónyéktől Pörbölyig. Ezek az utak teljes felújításra kerülnek, úgy mint a burkolat megerősítés, a patkák, vízelvezető árkok, illetve az 55-ös úton egy híd teljes elbontása és újraépítése. Ezek a munkák várhatólag év végére, jövő év tavaszára fognak elkészülni. Itt nyilván figyelnünk kell a technológiáknak a betartására, ezek a munkáknak a bekerülési költsége eléri az 1,4 milliárd forintot.